Wait, két van, wait, egy fenyőfat. Hogy hova kell tennünk? Igen, mi hova megy? Ahogy úgy jön. Még munka van. Ez ha belekerül az üvegbe, ahol viszek, lehoznak a pénzt. Dolgozni. Itt élek Körösmezőn, egyszer álltam a hídon, és láttam, hogy mennyi szemét folyik le, mikor megy ugye az árvíz. És gondoltam, hogy kell valamit előbb-utóbb kezdeni valakinek. És belevágtam ebbe a fejszét. Nem egyszerű dolog ez, mert ugye már 3 éve dolgozok, próbáltam, de megy az. És kevesebb ugye van a szemét. Egyre több szemét jut ide, hoznak az emberek, nekem is van egy teherkocsi, kis teherkocsi, mivel szedek össze. Meg megy az, de nagyon lassan. Ugye már kézzel mindent kell csinálni. Próbálom ezt csinálni azért, hogy a gyerekemnek legyen itt a tiszta víz, meg tiszta Kárpátalja. Ugye már 2 gyerekem van, nem ez olyan egyszerű dolog. És magyaroknak szeretnék, hogy menjen tiszta víz, és ne legyenek büntetések ide Ukrajnába, hogy ugye folyik műanyag, meg ilyen dolgok. Hát meg lehet ezt oldani, ezt a problémát. Hát úgy magam erővel kell még egy pár év. De ha lenne valami jó támogatás, mondjuk bárkitől, akkor 1 év alatt be lehet csinálni, hogy nem lesz itt szemét. Mert élek ebben, nem az, hogy csak csinálok, de élek ebben. A feleségem is azt mondja, hogy álmodok és beszélek a szemétről. Hát ez van. Hát ugye, aki akar, az idehozhat. Fizetek is pénzt, aki kell, aki akar, de ha szét van válogva, ugye, üveg üveghez, műanyag műanyaghoz, nylonhoz, kartonhoz, akkor fizetek, ki akar, mert vannak olyanok, hogy akarnak. Van egy méreg, hogy mennyi van, és 1 kiló valamennyibe kerül, és adok pénzt. De többnyire úgy hoznak, hogy nem kell pénzt, örülnek, hogy van hova. Ugye, hogy nem tisztában, meg nem égetnek, hogy van hova. És egyedül szedek, de szedek inkább ki messzebb rakik, mert ugye szedek nem csak a Körösmezőn, ugye van még Lazisztyina, van Fekete Tisza, meg van Drehobrát, meg van Kvásze, ebből mindenből szedek össze. De többnyire úgy csinálok, hogy a vállalkozóktól, akinek van több szemét, és ki keres rajta pénzt. Ingyen veszek el, ingyen, mert meg kell tanítani az embereket. Utána majd valahogy csak lesz. Volonterek vannak olyan emberek, mert ugye nincs nekem arra pénz, hogy valakit hivatalosan vigyek a munkára, mert ugye kell arra is költség. És jönnek, aki akar megtanulni, hogy minden nap egy ember van. Aki akar csak magának megtanulni, hogy otthon csinálja, hogy nekem itt könnyebb legyen. Minden nap egy ember, és így csinálok. Én is munkásruhában mindig átveszem, aztán minden reggel idejövök, átveszek a munkásruhát és dolgozok. Vannak olyan zsivanyag, hogy tesznek bele mindent. Hát az van plánomban, hogy Ivánofen Kózban, 100 kilométerre innent, van egy szeméttelep, officiós szemét, oda lehet adni. Hát azt ott majd befizetek és leadok. Hát most ez van. Már ahol is kell, hát nem dobok vissza Tiszába, vagy nem égetek el, csak oda viszek. De az is kerül pénzbe, ugye. De ez van. De nem marad sok, marad olyan, amit idős hoznak, olyan 5%, 2-3-5% marad, amit kell valahova. Ha lenne nekem sok ebből, már még nincs sok, már még csak 30%-ot szedek össze, ha fogok szedni 100%-ot, akkor egyenesen lehet, hogy nagy gyárakban, hogy csinálnak belőle ruhát, meg nylonzacskót, bármit, megy cégre. De most úgy csinálok, hogy viszek ezt is Ivánofen Kózba, és ott ő szedi össze két megyéből, és ő visz már a gyárra, ugye ő többet keres, már nem csinál semmit, többet keres. De én is növek ahhoz, mert ugye, hogy kijönni arra a szintre, hogy gyárra egybe vinni, kell sok. Ha van sok, csak nem lehet összeszedni, nincs annyi erőm. Van is van nálunk egy olyan csoport itt, Noveje Sinja, és kislányok. Az is sokan segítenek. Ide jönnek, ha mondom, kell segíteni valamit, jönnek, segítenek, meg ilyen. Tanulnak. Én is iskolákba járok mindig, tanulok gyerekeket, hogy mi van, hogy ez baj van, hogy nem olyan egyszerű, hogy elégetni, vagy eldobni, hogy ne vegyenek, akkor ne vegyenek a bódba. Mert úgy van, ne vegyenek a bódba. Vegyenek olyan, amit nem kell eldobni.
mert ugye senki nem fizet ezért pénzt. Kezdtem 3 éve ezelőtt, hát volt olyan, hogy egy olyan bálat kellett 1 hét, most pedig 1 nap kell egy olyan bálahoz összepréselve már. Mondjuk 70 kiló petűvek kell egy nap, hogy ide hordjanak. És kezdtem, hogy 1 hét kellett. Hát megy a dolog.